Sebastian. Hello. Hi. How you doing, man? I'm God. You're God? Yeah, I'm good. You're God? I'm good. I'm God. Itt vagyunk a Dongdamun Station-től 570 méterre. A mai nap felkeltünk, és el fogunk találni a destinationünkhöz without Paul. Igen. Úgyhogy Paul, ügyesek vagyunk nélküled is. Ja. Csak mert második apánk azt hiszi, hogy eltévedünk nélküle. Életem. Ja, hanyadik napom? Ez már harmadik nap Koreában. Eljöttünk a plázához, és így mindenfélét látunk. Arra is van valami. Tanultam Koreából. Azt se tudjuk, hova jöttünk. You're God? Yeah. Sometimes I get emotional, got me instead of myself confused. How I'm having me needed to put in my mind. Yeah. Itt vagyunk a Dongdamun házánál, ha jól mondom, ahol a Fashion Week is van, volt, lesz, ezt se tudom. Felkészültem Koreából, és egyébként mindenhol tele van bevándorlókkal az egész, tehát így elözönlötték. Nem is látsz koreaiakat, kb. Csak bevándorlókat, akik ott is ülnek, itt is állnak, tehát hogy így nagyon vicces Fashion Week-en. Itt állunk, ahol a könyvem karakterei is álltak. Yeah! Egyébként ez a Design Plaza. Ja, igen, ilyen óriási, akármire hasonlít, ilyen válna a szörűség. Szobor. And everything. Hála meg immigránsok. Ezt nem mondd így, hanem bevándorló. Ja, igen, bevándorló. Design Plaza belülről, illetve csak az egyik szekciója. Valami egyetemi diákoknak a témája, vagy kiállítása van. Itt vannak mindenféle ajtók. Ez a, itt vagyunk a The Six Doors. A gyerekek játszanak amúgy bent ilyen tésztákkal. Szóval, yeah. Én az L-es vagyok, anyway. És ez a neve, Standard Paradise. Kezdő szint. És akkor így végig ilyen csigaházszerűen megyünk le. Standard Paradise. Ez felvezet. Mi meg lemegyünk. I'm going to hell. Cacao friends. Oh man. Merre mész? Ha? Nem tudom. Valamerre. Ez Szöul. Itt el lehet veszni. Ahhoz képest, hogy milyen lelkesen készen álltunk volna elveszni Szöulban, ezek után fogtuk magunkat, leültünk egy kőre, és BTS reklámot néztünk. Úgyhogy élvezzétek ti is velünk a BTS reklámot. Oh my god! Én is akarok olyat tenni. Az igen.
Szaska. Velünk miért nem buliznak így? Ó, és ők is ott voltak! Aigó! Miután kibtsz-eltük magunkat, elmentünk a folyóhoz, viszont nem arra a részre, amelyikre szerettünk volna. Totál káosz volt, eltévedtünk a busszal, és valami másik részre vitt minket, mert lett volna egy sokkal menőbb része. Idejöttünk. Hát mindegy, viszont barangolgattunk, de azt nem nagyon vettem videóra. Most így a fickó elkezdett futni, nem tudom miért. Na mindegy. Lényeg, hogy itt vagyunk egy folyónál, aminek nem mondom ki a nevét. És most meg kéne keresni azt a helyet, ami ilyen mainstream, és járkálnak az emberek ott. De ugye aznap már nem találtuk meg, úgyhogy visszamentünk a Dongdaemun plázához, és jobban körülnéztünk, illetve megkerestük a LED virágokat. És itt lenne vége a videónak. Egyébként még a Design Plaza-ban találtunk valami cukrászda-szerűt, nem éppen annak funkcionált, de sütemények is voltak ott. Láttunk egy szivárványos sütit, ami 3000 forint volt egy szelet, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt kihagyjuk, viszont nem aludtunk el szomorúan, mert este bementünk egy pékségbe, és ott találtunk BTS-es makaron fagyit, ami áfonyás volt, és isteni íze volt, úgyhogy mégiscsak boldog befejezése volt a napunknak. 근데 잘 보면 너도 알고 있을 듯 돌아